Kedves nézők, Önök a Weekend második részét látják. Köszöntöm azokat is, akik csak időközben kapcsolódtak be a műsorunk nézésébe. Egy nagyon érdekes témával folytatjuk. Mackó Mónika vendégünk, és titulusát, illetve pályaorientációs tanácsadó. Én megmondom őszintén, Mónika, most hallom először. Ez lehet, hogy az én alulinformáltságomnak köszönhető, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Ugye arról általában a szülők is tudnak, hogy van különböző pálya alkalmassági vizsgálat, illetve hogyha a gyerekük bizonytalan mondjuk 7.-8. év táján, akkor fölkereshet egy ilyen tanácsadó szolgálatot, de hogy az iparkamarán belül van egy ilyen szolgáltatás, megmondom őszintén, nem tudtam. Mesélj egy picit magáról, a munkádról. Igen, hát pályaorientációs tanácsadóként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara körében dolgozom. Igazából az országban minden kereskedelmi kamarában van pályaorientációs tanácsadó, megyénként egy-egy ember, és igazából az a célunk és az a feladatunk, hogy szakmák irányába, szakmaválasztás irányába segítsük azt a rendszert, ami a gyerekeknek a pályaválasztását segíti. Azért mertem egy kicsit így fogalmazni, hogy azt a rendszert, mert hogy konkrétan a szülőket, az osztályfőnököket, az iskolákat, és azért picit másabb, mint, és azért nem pályaválasztási tanácsadónak neveznek minket, mert igazából mi az érdeklődésüket szeretnénk felkelteni a felsős diákoknak, akik segíteni az ő döntésüket abban, hogy merre mehetnének tovább. Tehát akkor nem úgy kell ezt elképzelni, hogy bekopognak az irodádba a szülők és a gyerekek, hanem gyakorlatilag ti hívjátok őket valamilyen szervezett programra, illetve gondolom, hogy az iskolákat is ellátjátok megfelelő információval a pályaválasztást illetően. Nagy részt a munkám az két nagy területet ölel fel. Az egyik az általános iskolákkal való kapcsolattartás, a másik pedig a cégekkel való kapcsolattartás. A cél az ugye mindig az, hogy a pályaválasztás előtt álló diákokat, általában 6., 7., 8. osztályosoknak programokat biztosítsunk, hogy minél szélesebb körben megismerik a munkavilágát. És általános iskolák körében nagyrészt rendkívüli osztályfőnöki órák az, amiket tartok, amikkel felkeltem az érdeklődésüket, amikben egy kicsit beszélgetünk, talán sokszor először a pályaválasztásról. És igazából azt gondolom, hogy merem azt mondani, hogy az iskolák, az osztályfőnökök együttműködési hajlandóságát kihasználva, vagy élve ezzel a lehetőséggel, megyünk tovább, és dolgozunk együtt. Céglátogatásokat tudunk biztosítani, amikor elvisszük a gyerekeket a megyei vállalkozás széles palettáján, választhatunk olyan területet, ami valahol az osztályok érdeklődési körét picit lefedi. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz dolga van ma a gyerekeknek. Talán mondjuk 20-30 évvel ezelőtt egyszerűbb volt a világ, és egy picit közelebb is voltak a munkavilágához. Attól, hogy tényleg így beszippantotta talán az internet ezt a generációt, és egészen megváltoztak az arányok és az értékek. Én úgy látom, hogy egy kicsit motiválatlanok is, illetve hát majdnem mindenki gazdag szeretne lenni, jól keresni. Ha lehet, akkor egy picit híres, tehát a lányok modellek, a fiúk valamilyen, nem tudom, menő celebek, de a kétkezi munkát azt tényleg csak azok választják, akiknek nem sikerült tovább tanulni. Aztán ugye mindennek az a következménye, hogy egy jó, intelligens szakembert ma már nagyon nehezen találunk. Mi a tapasztalatod? Mi az a szegmens, amivel meg lehet ezeket a gyerekeket fogni? Vagy mi az a nem tudom, valamilyen varázsszó, amire aztán beindulnak? Igen, hát varázsütést azt én sem tudok, de pici apró lépéseket tudunk szerintem tenni az ő életükbe, akár én is, és bárki más, aki segíti az ő döntésüket. Azt gondolom, rendkívül fontos szerepe van a családnak, a szülőknek. Sok pedagógussal beszélgetve szintén azt gondolom, hogy tehát az iskoláknak is a felelőssége nem lehet ezt csökkenteni, de
az, amit a programjaink során felkelthetünk a gyerekek irányába, az lehet, hogy pici apró lépés, de a gyerek életében az egy fontos történet. Az, amit most jelenleg látnak talán a tévénézők a képernyőn, az egy tegnapi kereskedelmi egységben készült pályorientációs Lányosan program. Lányosan vásárolnak, ugye? Igen, interaktív játékokkal próbáljuk meg segíteni az ő belelátásukat itt konkrétan egy kereskedelmi egységbe. És itt a Nyírpapír Kft-ben olyan játékokban vettek részt nyári táborozó gyerekek, ahol ilyen csapatokba toborozva meg kellett vásárolniuk egy listán szereplő termékeket, be kellett szerezniük a kisvakont tábor anyagbeszerzése kapcsán azokat a termékeket, ami fel volt írva a tábor vagy a beszerzési listára időre. Volt olyan feladat, amikor kaptak egy 5000 forintos vásárlási utalványt és tanszervásárlást kellett véghez vinniük. Azt gondolom, hogy ezek azok a pici készségek, képességek, amiket ilyenkor igyekszünk kihasználni, hogy használjanak, hogy csapatokba verődve vezetőt kellett választaniuk. A vezetőnek fel kellett osztani gyorsan a feladatokat. Hát ez egy kooperatív óra. Így van, igen. Abban a 10 percben végre kellett hajtani, verseny volt benne, nyereményekkel, persze ösztönözzük őket, de rendkívül élvezték például ezt a tegnapi napot, és a nyári tábor időszakban még hasonlóakat folytattuk. Hát ezek a gyerekek azt gondolom, hogy a virtuális térben mindezt nagyszerűen csinálják, tehát vásárolnak, életeik vannak, és mindenféle egyebek, de hát ugye a valóságban nem biztos, hogy a szülők szabad kezet adnak nekik. Hát az időnk az nagyon-nagyon elfogyott, Mónika. Lehet erre jelentkezni, vagy ezekben a táborokban még esetleg részt venni? Tudsz-e valami pozitívumot a szülőknek üzenni? Annyit hagyd mondjak, hogy a kisvakont tábor a követ, tehát 5 héten keresztül a kisvakont táborral dolgozunk, és minden héten más-más céghez visszük el az ott táborozó gyerekeket, illetve arra hagy hívjam fel a megyei szervezetek, főként cégek figyelmét, hogy akár kisvállalkozó, akár nagyvállalat, mi szívesen dolgozunk együtt bármely céggel pályaorientáció területén, tehát bárki arra érez affinitás, hogy egy picit a fiatal nemzedéket bevonja, hogy az ő szakma szeretetét megmutassa, hogy ő miért műveli mester ilyen azt, amit tesz, amit a termékéből a piacra dob, akkor keressen bizalommal, én nagyon szívesen működök együtt bármely céggel és bármely iskolával a megyében. Hát kicsit ugye az utánpótlás nevelés, így sportosan fogalmazva, vagy az inas keresés az, amelyben az iparkamara és te magad is közreműködhetsz a cégek segítségével. Köszönöm szépen, hát jó munkát kívánok, sok csillogó szemet, és reméljük, hogy tényleg jó helyre, jó útra lehet ezeket a gyerekeket irányítani. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Mi pedig folytatjuk a következő percekben egy rövid kis élménybeszámolóval, mégpedig a múlt heti Domrádi csülkös napról. Az idei csülkös fesztiválra nem csak azok mentek el, akik szeretik a jó ételeket, a zenét, a szórakozást, hanem azok is, akik az egész családjukkal jól akarták érezni magukat. A helyieken kívül a környék településeiről is érkeztek, gyerekek is, akik kipróbálhatták a népi mesterségeket és szórakozhattak a Vidám Parkban is. Yeah.
gyakorlatilag a vásárlás az lehet egy betegség is, hogy ezt nyilvánvalóan a kedves nézők is tudják, de sokszor azt gondolom, hogy vásárolni egy gyönyörű boltba, az testnek és léleknek is felemelő érzés, főleg akkor, hogyha különlegességeket vásárolhatunk. Nyíregyházán egyébként az év boltjában mindezt megtehetjük. Matolcsik Kovács Dorottya üzletvezető érkezett hozzánk csupa-csupa különlegességgel. Hogyha kezdhetjük egy kis személyes élménnyel, én magam majdnem egy évig készültem ebbe az üzletbe, és annyira csikolt a fantáziámat, hogy mi lehet ott, meg láttam már fotókat is, aztán egyszer eljutottam, és akkor ez az aha élmény, hogy igen, tudtam, hogy itt ilyen nagyszerű lesz minden, hogy profi lesz a kiszolgálás, és annyi finomság egy helyen. Hát úgy látszik, hogy nem csak nekem volt ugyanez a véleményem, hanem annak a szakavatott zsűrinek, akitől kaptatok is egy díjat. Mielőtt erről a versenyről beszélünk, egy picit talán arról a motivációról mesélj, hogy mi ihletett titeket arra, hogy egy ilyen különleges termékekkel foglalkozó üzletet nyissatok Nyíregyházán. Azt szokták mondani, hogy szinte semmi nem megy egy vidéki városban, nagyon nehéz kereskedni, és mégis rácáfoltok. Először is köszönöm a kedves bevezetőt, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. És igazából az vezetett minket erre, hogy az egészséges táplálkozás az nekem és a férjemnek is így alap volt, már évekkel ezelőtt is, és szerettünk volna emellett még ugye a helyi termelőkre hangsúlyt fektetni, illetve ugye a környékbeli megyékből, mert Hajdúságból, Nyírségből és Tokajhegyaljából származnak a termékek, illetve a partnerek ott élnek, és erre találtuk ki ezt az egyedi koncepciót, ugye ez a régi szatócsbolt jelleggel, ugye így lettünk 21. századi szatócsbolt ezt a kis üzletet. Hát jó oda belépni, lehet kávézni, borozni, teázni, így tehát van. Az egésznek van egy nagyon-nagyon különleges milliója. Gondolom, hogy azok, akik egyszer oda bemennek, azok vissza is térnek hozzá. Van, ennek örülök a legjobban, hogy gyakorlatilag nyitás óta visszajáró törzsvendégeink és törzsvásárlóink vannak. És te úgy tűntél, te is, meg a férjed is, hogy nagyon-nagyon otthon érzitek magatokat. Azért haza is mentek néha, ugye? Vagy... Igen, azt szokták megkérdezni a kedves vásárlók, hogy és akkor otthon ilyenkor mi van, hogy mindig itt vagyunk, de tényleg második otthonunk, úgy is kezeljük, úgyhogy igen, nagyon szeretünk bent lenni. Tehát ez fontos ahhoz, hogy így tudjuk csinálni. Különlegességek, helyi dolgok, és nagyon tiszta forrásból kerülnek elő tulajdonképpen azok a tárgyak, vagy azok a dolgok, amit itt nálatok lehet vásárolni. Most hoztál ide nekünk mindenféle gyönyörűséget, ami tényleg a szemre is nagyon szép, de most ha megkóstolnánk, hát mondjuk ettől az Attila nevezetű... Abba most leizzadnánk, igen, azt most nem. Ez így, de bent lehet kóstolni Attilát is, és az összes többi chili szószt. Ez egy chili szósz. Igen, ez chili szósz. Chiliből vagy paprikából készül? Chiliből, szellemchiliből és Dorset Nagából van egyébként. A héten voltunk kint a partnernél, akitől származik. Nekünk fontos, hogy minden partnerhez személyesen szoktunk ellátogatni, nem csak először, hanem magát a terméket is általában mi hozzuk el, illetve ők hozzák be személyesen. Tehát mindenkivel személyes a kapcsolat, nincs olyan, hogy nagykerből így klikkelünk és megrendeljük. Uh-huh. És meg tudjátok, maga. Hogy hogyan készül? Tehát... Itt van, abszolút, tehát üzemlátogatástól kezdve, most megnéztük, hogy milyen szépek a palántái, uh-huh. miből lesz majd a chili szósz, tehát egy nagyszerű élmény volt. És meg is kóstoljátok ezeket a igen, dolgokat? Megkóstoljuk, igen. Akkor én egészen az Attiláig eljutottam, van még attól is egy erősebb, a kegyes halál, azt már nem mertem bevállalni, de egyszer át fogom venni magam. Ezek ugye a paprikák, hát gyakorlatilag most itt kiemeltünk egy van. Valamit, de rengeteg fűszer, igen. növény, teák, borok, édességek, gyakorlatilag igen. mindenből a különlegesség. És hoztál itt... nem is tudom, kis kerámia tárgyakat. Igen, milyen otthon szépítő és ajándéktárgyaknak nevezzük őket. Ő például a vizes vajtartó, ő is egy nagyon kedves partner. Mutassam, hogy ez uh-huh. hogyan. Tehát ezt általában szerintem, a házi hogy ez egy aromalámpa, kb. Úgy néz ki. Egyébként igen, hasonlít hozzá. Az a lényeg, ez a régi dolgok új köntösben, a fiatalember, aki ezt készíti, ez a szlogenje. És régen dédanyáink a vajat egyébként vízben tárolták, pont azért, mert a víz az elzárja a vajtól az oxigén útját, uh-huh. tehát nem avasodik, nem kell hűtőbe tenned, régen ugye nem is volt hűtő, és kenhető. Tehát most egyébként gyors vajtartónak is hívjuk. De ez nagyon jó, mert ha az ember vajat akar, persze. akkor vagy fel kell egy órával korábban, vagy nem. Ott kínlódik, mi vagy beteszi mi otthon
is használjuk tényleg a kezdetektől. Ezt inkább a házivajnak szokták, mert tudod, azt szokták ilyen henger alakba is. Ő pedig már, azt szoktam mondani, városi embernek, tehát 100 g-os vaj belefér. Az alsó részbe kerül a víz, ebbe a szobahőmérsékletű vaj, és így tárolod a konyhapulton. Nem esik bele, mindig a vevők szokták mondani, hogy de bele potyan a vaj. Nem potyan bele. Szobahőmérsékleten egy kicsit így beletapasztod, és semmi baj nem lesz. Nagyon a vizet érdekes. Alatta cseréljük, és semmi baj. És akkor jár hozzá ilyen kis kenőkés is, és nagyon praktikus. Tehát ő praktikus is, szép is. Azt gondolom, ott az üzletben meg is tanítjátok a kedves nézőket mindezt használni. Így van, persze, egy picit beszélgessünk azért arról a versenyről, aminek révén ugye a ti üzletetek egy nagyon-nagyon szép, illetve két szép elismerést is kapott, ezt itt el is hoztad. Ez egy meghirdetett verseny volt? Így van, ez egy meghirdetett országos verseny volt, az élelmiszer szaklap hirdette meg, és egy igen ívós zsűri döntött arról, hogy kik lesznek nyertesek. Közel 100 pályázat érkezett be, 30-valahányan kerültünk a döntőbe, és nagyon titokzatosak voltak már egészen a legvégéig, tehát annyira, hogy a díjátadó gálán tudtad meg, hogy kiszólítanak, elhangzik a neved, és hogy milyen kategóriában nyertél. És de ezt tudtátok, hogy valamit nyertek, nem? Mert hogy oda azonnan kellett menni? Tudtuk, hogy kaptunk egy e-mailt, hogy szeretettel várnak a díjátadó gálára, de még ott sem írtak semmit egyébként. Illetve utána kaptunk közvetlenül indulás előtt egy e-mailt, hogy a szakmai zsűri annyira meg volt elégedve ezzel az egész koncepcióval, hogy felkértek minket egy prezentációra is. Úgyhogy ez is nagy dolog volt. És akkor egyébként mi voltunk azok, akik kettő díjat is elhoztunk. Úgyhogy tényleg. És akkor nem is tudjátok, hogy mikor tették tiszteletüket? Nem tudjuk, nem tudjuk, nem tudom. Nekem van egy sejtésem egy fiatalemberről, de lehet, hogy ezt csak beleképzelem. Tehát. Nagyon érdekes. Igen, izgi volt. Hát azt hiszem, hogy mindig vannak divatos termékek, vagy amit jobban keresnek. Most a nyáron egyébként mi a sláger, mit szeretnek a vásárlók? Hát igazából a kereskedelmi részen most ugye a salátákhoz mennek a hidegen sajtóolajaink, illetve a bor és balzsamecetek, és mivel vagyunk egy kicsit vendéglátás is, akkor pedig ugye a fröccsözés, fröccsterasz, házi szörpök, kávézás. Tehát minden különlegesség. Nektek még van olyan, hogy mondjuk otthon valamit elkészítesz, vagy már tulajdonképpen az éréskamrád a saját üzleted? Gyakorlatilag igen, tehát azt szoktam mondani, hogy szerencsés vagyok, mert nagyon-nagyon kevés dolog van, amit, tehát azokat kell máshol megvennem, amit ugye mi nem árusítunk, de igen, tehát otthon is ez van. Dorottya, szerencsés embernek érzed magad? Abszolút, nagyon. Tehát nagyon. Azt csinálod, ami az igazándiból igen, kedved igen. És tehetséget. Igen. Hát kívánunk akkor nagyon sok vásárlót, nagyon és köszönöm. Köszönjük, hogy ennek a városnak a hírnevét öregbítettétek. Én a köszönöm. Kereskedelem palettáján is. Köszönöm. Nagyon szép nyarat kívánunk. Viszont kívánom mindenit. Következő bejátszásunkból pedig megtudhatják, hogy mi lett az év szava, és miért pont ezt választották a szakemberek. Kérdésünkre Minya Károly nyelvész, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézet tanszékvezetője válaszolt. Mi ezzel az összefoglalóval búcsúzunk, kellemes hétvégét kívánunk, jövő héten ismét találkozunk, viszontlátásra. Csokk, Brexit, filterbuborék. Miért pont ezek lettek az év szavai, és kik választották ki, valamint miért? Ezekre a kérdésekre ad választ Minya Károly nyelvész. 2010 óta a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodának a munkatársai szokták kiválasztani. A munkatársak köre kb. 50-60 fő, és ez úgy zajlik, hogy azért lássuk be, hogy ugye Magyarországon élünk, kicsikét jobban figyelünk a jellemző kifejezésekre, és akkor mindenki ajánl néhányat, és akkor fokozatosan szűkítjük ezeknek a szavaknak a számát, míg eljutunk ehhez a négy kategóriához. Mindenki javasolja, hogy ez maradjon ki, azt tegyük még hozzá, és akkor mondjuk amikor először van, akkor 40-50 fő, és aztán pedig 5-6-an maradunk, akik aztán eldöntjük a végső sorrendet, de be kell látni, hogy ez mindenképpen szubjektív, bizonyos fokig szubjektív döntés, és aztán pedig kiválasztjuk azt, hogy ha van első, legyen második, harmadik helyzet, illetve a hozzátartozó indoklást is megírják a kollégák. Az első, ugye ez az angliai ötlet volt, az év szava. Ez az idén, ez nagy vitát váltott ki, a csoklet. Ugye
családi otthonteremtési kedvezmény, ez egy mozaik szó, azon belül betűszó, és direkt úgy döntöttünk, hogy pozitív kicsengési szót választunk. Tehát annyi rossz történik a világban, hogy ez mindenképpen jó, annak ellenére, hogy vannak, akik ugye ezt másképp gondolják, hogy nem a pozitív töltetre gondoltunk. Tehát a kollégám nagyon kedvesen indokolta egyébként ezt a szót, hogy miért ezt választottuk, mert úgy gondolta, hogy hát bízunk abban, hogy a Magyarország demográfiai helyzete változni fog, hogyha a csókra és a csokra nyíló ajkakés szemek hatására vagy annak örömére születik majd sok gyerek Magyarországon. A második helyzet egyébként a Brexit lett, ugye azt hiszem ezt mindenki ismeri, Anglia kilépése az Európai Unióból, aztán pedig még a kvóta, ez egy idegen szó, de ez is egy jellemző kifejezés, ez lett a harmadik helyzet az év szava kategóriájában. Az év antiszava a párváltás volt. Ez tulajdonképpen egy kis kritika a fiataloknak, ha nem baj. Ugyanis arról van szó, hogy gyakran mondják azt, hogy párváltásban vagyok. Tehát nem a küzdelem, nem az, hogy egy érzelem elmélyüljön, nem az a fontos, hanem az, hogy legyen egy társ, legyen egy szerető, legyen egy valaki, akivel mindig elmegyek a buliba. Tehát egy kicsikét ez az értékvesztését mutatja annak, hogy igazi párkapcsolatok alakuljanak ki. És az év antiszavaként meg kell még említeni egy második helyzetten a bulibáró kifejezést, hanem ezt nem is kell magyarázni, hogy egy sajátos személyhez és egy sajátos zenei stílushoz köthető. Ami negatív töltető, valami kedvezőtlent fejez ki. Jelen esetben nem hinném, hogy csak mi gondoljuk úgy, hogy ez a fajta zenei stílus igen felszínes, hogy úgy mondjam, műfajt jelöl, és a párváltás kapcsán is, tehát ami nem pozitív, hanem ami tényleg valamilyen hiányt tükröz, valamilyen esetleg, hát még túlzott szónak tűnik, de válsághelyzetnek az előidézője lehet, mert valóban, ugye azért maradjunk abban, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok igazi párokra lejjenek, aztán azok tartósak legyenek, mert az ember nap mint nap hallja, hogy milyen gyorsan elválnak. Tartósak legyenek, több tolerancia legyen a párok között, és akkor így módon a családok valóban az alapvető sejtjei egy társadalomnak, egy országnak. Az ifjúsági szó, az év ifjúsági szava az a filterbuborék lett. Na most természetesen sokan nem ismerik ezt, de van egy kolléganőm, aki direkt a netnyelvészettel, illetve a fiatalok szavai kifejezésével foglalkozik. A filterbuborék tulajdonképpen egy szűrő, tartalomszűrő program. Tehát a legismertebb közösségi oldalunkon ez a program figyeli, hogy mi mit lájkolunk, mit osztunk meg, mihez fűzünk megjegyzést, azaz kommentelünk, és ennek megfelelően szűri a tartalmakat. Tehát ezek a tartalmak fognak megjelenni tulajdonképpen a mi oldalunkon, így az illető, aki ezt látja, egy-egy buborékban van, mert azt hiszi, hogy mindenki vele ért egyet, és mindenki úgy gondolkodik, hogy ő, tehát mert ugyanolyan tartalmak fog meglátni. Itt az év ifjúsági szava a sajtburesz is, talán mindenki ismeri a bronzérmes, olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamásnak a kifejezése. Nagyon pozitívan nyilatkozott így, nagyon kedvesen nyilatkozott így, hogy mi lenne még jó, és ez a sajtburesz szó volt. És végül az év költői szava jelen esetben nem költői, hanem az egyik nagy magyarhoz kapcsolódik, Széchenyi Istvánhoz, aki a tett hazafi és a száj hazafi szavakat több művében is megalkotta, több művében is használta, és ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan ember van az országban, aki ilyen nagy hangon, pántlikázott módon, magyarkodó módon próbálja a hazájáért elvégezni azt, ami szükséges, és akkor, amikor valójában sor kerülne egy igazi cselekedetre, akkor ez a nagy akarás vagy nagy elán gyorsan elillan. Ezzel szemben a tett hazafi az valóban csöndben cselekszik a hazáért, és ők tekinthetjük egy pozitívabb személyiségnek.